Sötét maradt a képernyő ma délután a megyei kórház gyermekosztályának játszószobájában Kecskeméten. Rajzfilmnézés helyett ugyanis a nem fertőző gyermekek mese délután vettek részt, amely során egy önkéntes olvasott fel nekik korosztályuknak megfelelő történeteket. A kisebbek körében nagy népszerűségnek örvendő Boribon Mackó egyik epizódja után a nagyobbak magyar népmeséket hallgattak meg. Ha nem te, fiam, csillagász, mit látol azon a fa tetején? Nézd meg! Hát látok én egy fészket, egy aranymadár ül benne 5 tojáson. Na lopó, ha te néked ez a mesterséget, lopd el azt az 5 tojást a madár alól, de úgy, hogy észre ne vegye. Mint azt az osztályvezető főorvostól megtudtuk, ezek a rendszeres mesedélutánok immár több éves múltra tekintenek vissza. Ezt a kereskedelmi és hitelbank programja keretében indították el ezt a programot, mi nagyon örültünk neki, hogy jönnek hozzánk a meseolvasók. Hát 2015-16 óta járnak gyakorlatilag, és hát azt lehet mondani, hogy most már heti 2-szeri alkalommal folyamatosan és rendszeresen történik ez a meseolvasás. Az önkéntes meseolvasók főleg a környékről érkeznek, de arra is volt már példa, hogy Budapestről utazott el városunkba valaki, hogy felolvasson. Sőt, egy alkalommal a gyerekeket egy nyíregyházi írónő is meglátogatta, aki saját meséiből adott ízelítőt. A mai meseolvasónak, Tótné Breuer Anitának szakmájába vág az önkéntes feladat, hiszen hivatását tekintve óvodapedagógus. Ebben az évben januárban jöttem először, úgyhogy igazából még nem régóta foglalkozom ezzel, és olyan indítatásból, hogy már régóta gondolkoztam, hogy szeretnék valamilyen önkéntes munkát végezni, és mivel óvónő vagyok, így a gyerekek között érzem otthon magam, és ezért gondoltam erre, hogy a meglévő tudásomat itt kamatoztatnám. Az óvónő 2 hetente jön be mesét olvasni a kórházba, ahol folyamatosan alkalmazkodnia kell a mindig eltérő kórú gyermekek igényeihez. Ahányszor jövök, nyilván mindig más gyerekek vannak, mindig más a korosztály is van, hogy egészen picikék vannak, van, hogy nagyobbak. Ugye ehhez mérten kell megválasztani, hogy milyen mesét olvasok nekik, de megmondom őszintén, hogy volt már olyan alkalom is, hogy tényleg olyan kicsi gyerekek voltak, akik inkább azt élvezték, hogy közösen játszunk. És akkor a meseolvasás az elmaradt, nem akkor egy óra közös játék volt velük. Illetve volt már olyan is, hogy nagyobb gyerekek voltak, fiúk, és akkor velük például Xbox-oztam. Mesét nem csak a játszószobában olvasnak, igény esetén az önkéntesek egyenesen a kórtermekben szórakoztatják a beteg gyermekeket. A program nyilván némi rugalmasságot követel az osztályon dolgozóktól, ám mint megtudtuk, korántsem áthidalhatatlan problémáról van szó. Természetesen a higiéniai szabályokat be kell tartani, zárlat idején ez szünetelés esetleg a nagyobb járvány idején, de ettől eltekintve alapvetően természetesen az osztály munkája alakítható úgy, illetve együtt működhetünk természetesen úgy a meseolvasókkal, hogy ez ne okozzon problémát a betegek ellátásában sem, illetve hogy a gyógyító munka is megfelelően el legyen végezve. Az 5 éves Konkoli Amirának lefekvéskor otthon szoktak mesét olvasni, kedvenc rajzfilmje pedig a Jégvarázs. Jelenleg az intenzív részlegen ápolják, így ő is a kórteremben hallgatta meg ma Bogyó és Babóca egyik történetét. Ez. Még ez is. Ez is tetszik, még ez is. A felolvasás a rajzfilmnézéshez képest teljesen más tapasztalatot jelent a gyermekeknek. A személyes jelenlét interaktívvá teszi a mese befogadását, a meseolvasó vissza tud kérdezni a mesére, meg tudja beszélni a gyermekekkel a hallottakat. Persze az előadásmódon is sok minden múlik. Az élmény teljesen máshogy tudjuk átadni, ugye hanggal, mimikával, az élő szóval, olyan szókincsel, olyan megválasztott mesével, ami az ő életkoruknak megfelel, és azt gondolom, hogy azért az élő mesének, az élő szónak még mindig sokkal nagyobb hatása van a gyerekekre.
A csecsemő és gyermekosztályon az önkéntesek a kórház saját könyveiből olvasnak fel. A kötetek számát évről évre gyarapítják azok a könyvcsomagok, amelyeket a Matrix közhasznú alapítvány juttat el a Bács-Kiskun megyei kórháznak.